mint papoknak egyszer majd mély és tartós hatást kell gyakorolnunk a környezetünkre. Ezt végső soron nem a tudásunk csillogásával fogjuk elérni, hanem a személyiségünk belső gazdagsága által. Az idézet József Kentenichtől, a Schönstatt mozgalom alapítójától származik. Teljesen véletlenül került kezembe ez az idézet, és akkor megláttam, azt mondtam, hogy bármivel belekezdenénk, ezt föl kell ma itt olvasni. Igen, tisztelt Kerényi Lajos atya, igazgató úr, tartományfőnök nővér, tartományfőnök úr, tisztelt ünneplő fiatalok, tisztelt margitosok. Már csak azért is fontos kiemelni, mert nektek köszönhetjük, illetve igazgató úrral együtt nektek köszönhetjük, hogy ma este itt vagyunk. Mert mikor leültünk, hogy hogyan is lehetne méltóan megünnepelni ezt a mai díjátadót, és ugye milyen szép díjátadókat, látványos díjátadókat láthatunk mostanában a televízióban, az egész világból, azt mondtuk, hogy hol lenne jobb helye a díjátadónál, mint itt nálatok a Margit gimnáziumban, és igazgatónak én is szeretném megköszönni, hogy vállalta ezt a munkát, és ti meg azt, hogy ezen a délutánon, estén is itt vagytok velünk. Hivatalosan ma Kerényi Lajos atya piarista, külső ferencvárosi Szentkereszt plébánia plébánosának kitüntetése alkalmából gyűltünk össze. Egy különleges, protokolláris alkalom esetén nehéz elkerülni a formaságokat, és bizony gyakran megesik, hogy a lényeg, maga a személy, az ügy háttérbe kerül. Azért, hogy ma ezt elkerüljük, rövidre fogom, és ígérem, hogy kifejezetten lényegre törő leszek. Köszönjük. Köszönjük a Teremtőnek, és neked, Lajos atya, hogy Magyarországon évtizedeken keresztül nagyrészt a kommunista diktatúra kemény, majd később puha változatának idején a remény közvetítője lettél. Köszönjük, hogy életeddel bizonyítod, lehet egyszerre a mellét kerülővel és az isteni végtelennel foglalkozni. Sőt, azt bizonyítod, így lehet a végtelenhez közelebb kerülni. Egy korábbi nagymarosi üzenetedben az áll. Mindig lesz a világon valami több, mint maga a világ. Mindig lesz a történelemben valami több, mint a történelem. Mindig lesz az emberben valami több, mint maga az ember. Köszönöm, hogy megérteted velünk, a képlet egyszerű. Az ember Isten teremtménye, oda, hozzá kell fölemelni, útba igazítani az eltévedtet. A természet, az ember, az Isten számodra egyet jelent. Valahogy mi ezt az egységet mindig, korábban is és most is megbontjuk. Köszönjük. Köszönöm, hogy félreérhetetlenül jelzed a személyes találkozást, az emberi együttlétet nem pótolhatja semmi ezen a visszavezető úton. Találkozások ezrei, tízezrei a betegágyaknál, a kórházakban, az 50-es évek óta rád bízott papi feladatait messze meghaladó energiával, saját önkéntes utadat, vállalásodat járva látogatod a kórházakat, szólítod meg a betegeket. Reményt viszel oda, ahová senki igazából nem vágyik. Magánytoldó beszélgetések ezrei vannak mögötted. Nyilván itt már többen, elsősorban fiatalabbak megkérdezik, na jó, de hát akkor miért az európai polgári díj? Mi, és valóban ez a lényegi kérdés, mi az egyébként csodálatos Európánknak a problémája? Nekem, mint európai képviselőnek nagyon sokszor és nagyon gyakran teljesen egyszerű és valóban szinte
az egyszerűségével és megoldhatatlan gyakorlati problémával kell szembenézni. De azt hiszem, hogy Európa valós problémái és a legfontosabb problémái, legsúlyosabb problémái ma valóban a reménytelenség, a kilátástalanság és a magányosság. Európa minden látszat ellenére nem egy központosított intézmény, hanem egy sok vér és egyéb áldozatok árán saját útját kereső, emberekből, személyekből álló közösség. És nekünk van egy honfitársunk, Lajos atya, aki a diktatúra évtizedeiben is az akkori európai fejlődéséből kimaradt ország, akkori fejlődés fő irányaiból kimaradt hazánkban reményt, hitet adott, egyetemes, mindenki számára fontos európai értéket. Miért az európai polgári díj? Miért javasolhattam a Magyar Néppárti Delegáció egyetértésével támogatásával Lajos atyát a díj elnyerésére? Saját élményeimet is ebben részben meg tudom osztani, mert Nagymaroson és Egerszalókon ezer és ezer fiatal kapott Lajos atya által reményt, célt és közösséget, amikor ez bizony kockázatos és tilos volt. Ma az európai fiatalok legnagyobb problémája a reménytelenség, a céltalanság, és bizony mindannyian tudjuk a közösség hiánya. Te, Lajos atya, már ezt akkor is tudtad. Te megkaptad a tudás lényegét. Te tudod, hogy az embernek legmélyebben mire van szüksége. Így tudsz segíteni, amikor tanítasz, kórházban beteget látogatsz, vagy plébánosi munkádat végzed. Mi magyarok, európaiak egy utat járunk. A földet ugye kívülről nézzük, Európa legkisebb földrész, igazából pontosan azt is nehéz megmondani, hogy hol van vége, mégis óriási hatással volt, és még van is az egész világra. Nem ma önmagában, nem véletlenül, hanem többek között keresztény gyökerei által. Európa, ha ezt sokan nem is tudják, vagy akár tagadják, többek között ebből a nagyon színes, sokrétű forrásból táplálkozik. A másikra figyelő szolidaritás, a helyi közösségekre épülő társadalom, de a mai modernkorban is a környezetvédelem, teremtésvédelem, a szabadság eszménye mind a keresztény tanításból fakad. Ezen értékek megvalósulása, megmaradása nem természetes. Ezért küzdeni kell. A küzdelemhez sok-sok jó példa, minél több önálló, közösségekért tenni képes európai polgár kell. Kedves Lajos atya, követ dobtál a vízbe, illetve hagytad, hogy kő legyél, és a mély vízbe dobjon a teremtő. Hullámait közvetlen érintettjeiden, diákjaidon, plébánai híveiden, barátaidon, betegeiden, egerszalóki, nagymarosi, egykori és mai fiatalokon túlterjednek. Kell, hogy ezek a hullámok terjedjenek, ezért az Európai Polgári Díj, köszönjük Lajos atya! Szuper! Köszönöm szépen, hogy én akartam át, és legalább valami értelmi, hogy kicsit tudtam csinálni. Köszönöm szépen. Gyere, álljunk oda középen, kicsit oda.
Igen nagy meleg szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, de elsősorban azt a valakit, aki már hetek óta annyira készült, hogy eljöjjön, az én drága testvérbátyámat, aki pár nappal ezelőtt a Jóistentől kapott behívót, és elköltözött. Úgyhogy ő most nem tud itt lenni, de mi menjünk utána. Azt mondja a Szentírás, hogy jó dolog a halottakért imádkozni, hogy föloldozást nyerjenek bűneikből. Hát imával menjünk utána. Tessenek fölállni, jó, és egy pár másodpercig csendben adózzunk drága István Pista testvéremnek, és utána elmondjuk a mi atyánkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, nyugodjék békében. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Drága testvérek, nagyon boldogan és kitüntetve érzem magam, hogy a dicséreteknek a halmazában annyi szépet tetszettek elmondani. Szokták mondani, hogy köbgyököt is lehet vonni belőle, de minden esetre én nagyon boldog vagyok, hogy ebbe az erőtérbe belekerülhettem. Ugyanis meghallottam én már előzőleg is, hogy az Európai Parlamentben, ahogy itt már az előző szólók is mondották, ott valami hiba csúszott be. Jól indult, aztán mégis nagyon-nagyon eltorzult, vagy elirányult a lényektől. A jó indulásról van néhány adatom, ugye említette itt a kedves képviselő úr Robert Schuman nevét, Schuman nevét. Sokan tetszenek emlékezni a Schuman tervre, ugye. Ő egy talpra állította Európát a két háború után. És olyan mély lelkisége volt, hogy most ott tartanak, hogy a boldoggá avatásáért kezdenek imádkozni. Egy mondata. Nekünk mindig megmarad az isteni gondviselésbe vetett rendíthetetlen hit. Bőven árad ránk majd az égi kegyelem. Nem kell más tennünk, csak közösen imádkozni érte. A bíboros atya, aki üzent és írt, előadást tartott Schuman, tehát Robert Schuman, Schuman 50 éves halála évfordulójára Metzben 2013-ban. És itt ilyenekről beszél. Erdő Péter fölidézte azt a történelmi jelentőségű lépést, hogy 1950. május 9-én
Robert Schuman arra hívta az európai demokratikus nemzeteket, hogy szabad akaratukból lépjenek közösségre egymással. Ha az akkori szándékok, nemes elképzelések fölélednek a kontinens népeiben, vezetőiben, azok ma is remény forrásai lehetnek, hangsúlyozta. Majd kitért arra Erdő Péter, hogy az európai keleti és nyugati részén fekvő országok a történelmi eseményeket követő helyzetükből fakadóan mennyire másképpen élték meg az egyesülést. És ezekből nézeteltérések adódtak. Azt a kérdést vetette föl Bíboros atya, hogyan lehet ezekre a jelenségekre Schuman nemes elgondolásai alapján válaszolni. Először is úgy, hogy megvizsgáljuk, megismerjük ezeket az elgondolásokat. Schuman azt mondja, hogy a demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét, mert a kereszténységben az emberi személy méltósága személyes szabadságát is jelenti. Erdő Péter bíboros itt megemlítette, hogy mégis nagyon sok támadás éri napjainkban a kereszténységet, és azokat az intézményeket, amelyek társadalmaink alapját módj adják. Tehát én úgy fogalmaznám meg ezt a magam kis látószögéből, hogy ezek az immanens világnézetek, ugye immanere azt jelenti, hogy itt bent maradni. Ilyen racionalizmus, tehát a tudományra hivatkozók. A naturalizmus, hogy a természetben lehetséges minden nagy kérdésre, létkérdésre választ adni. Egzisztencializmus, akkor a materializmus, kommunizmus, és az élet nagy kérdései pedig ezek, hogy honnan jöttem, hová megyek, miért élek, miért a bűn, miért a szenvedés, miért a halál, folytatódik-e az élet, egyáltalán van-e Isten. És ezeket az értékeket, a természet fölötti értékeket, ezeket kilopták az emberi lelkekből és a társadalmakból. Jellemző, ugye, hogy kórházban egy alkalommal odajön hozzám egy férfi, ugye nem papi ruhába szoktam menni, és azt mondja, hogy maga tényleg pap? Mondom, ja. Azt mondja, tudja maga mi a lét? Mondom, micsoda? Azt mondja, itt a semmi, a sötét, itt nem tudom honnan valami fény, maga meg én. Aztán itt megint a semmi és a sötét. Ebbe beleőrülök. Tehát a megtépett, a kilopott ember, értékeitől megfosztott ember nem tud választ találni, és abba beleőrül. Ugyannyira, hogy ugye ezeket szemlélhetem, hiszen említették a kedves laudációk, hogy kórházakba járok, de nem úgy, hogy hívnak, hanem minden kórházban 9 van mostan. Körülbelül a napi vagy heti 20-25 órát töltök közöttük, és ez nem megy a többi munkámnak a kárára. És akkor ilyen szempontból is nagyon érdekel, hogy mi újság a pszichiátrián. Sok ilyen helyre járok, meg az öngyilkos világban. Rengeteg van. Az öngyilkosok, akik nem merik vállalni tovább az életet. Ugye most ne tessenek megbotránkozni, de a kommunista időben ez volt a jelszó az ifjúság számára, hogy itt zabálj, itt szexülj, úgyis megdög lesz. És ezt nagyon sokan el is fogadták, és ez szerint hát igazodtak. És akkor hát az öngyilkos nagyon sok példát is tudnék mondani, de nem húzom, viszont az pszichiátriák osztályán ott annyi a tudathasadt, a félelmi komplexusos, akkor a belső kényszerképzetes, nem tud választ találni. Ezek már túljutottak az egyensúly keresésen, és már fogjai, rabjai ezeknek a félelmeknek. Rengeteg van.
és ugye ez se hozzám tartozik, de ezt a opnit bezárták, és azóta olyan nagy a hiány, nagyon érdeklődöm ilyen terén is, majdnem orvos lettem én valamikor, és éppen ezért nagyon érdekelnek ezek, és szegények most nem tudják kezelni, mert az utcán járnak. Úgyhogy igen-igen nagy a szórás és a baj. Na most ugye ez elérte az Európai Uniót is, ahogy a bíboros úr itt ezt említi, és akkor még egy idézet innen, immár Szent II. János Pált idézte a bíboros úr annak hangsúlyozására, hogy a földrész egyesítésének előmozdítói mélyen keresztény emberek voltak. A szabadság és a szolidaritás evangéliumi értékeiből merítettek ihletet bátor tervükhöz. Zárásként hangsúlyozta a bíboros úr, hogy a Robert Schuman által megkezdett útra kell visszatalálni megújult bátorsággal. Vannak még adataim, ezeket hadd mondjam el, mert nagyon sokat kínlódok én is ezekkel a dolgokkal. Nemeskürti István professzor úrról hallottunk mindannyian. Hazateremtő kereszténység című írásában Halász Zsuzsa kérdezi tőle, mi a véleménye arról, hogy Európa nem óhajt emlékezni a múltra, hiszen az új európai alkotmányból kimaradni látszik a keresztény megjelölés. Nemeskürti tanár úr válasza, szó szerint idézem, hát egy kicsit úgy provokáló, de hát már halljuk akkor, mit akart mondani, vagy mit mond. Nekem ez a pogány Európa nem kell. Arcpirító és fölháborító, nem is lett volna szabad belépni. Amit ma úgy neveznek, hogy Európai Unió, csupán üzleti vállalkozás, semmi köze a hajdani Európához. Mivel az üzletemberek pogányok, nincs szükségük arra, hogy még ráadásul hitbéli problémáik is támadjanak. Európa nem létezne a kereszténység nélkül. Aztán, mikor már annyi jaj ért itt Magyarországon bennünket, üldöztek és minden, akkor többen hitoktatók összejöttünk, és én írtam egy levelet Habsburg Otto úrnak, aki akkor még élt. 1997-ben. Fölvasom egy részét, és majd az ő válaszát is. Vezetőink szép arcokat mutogatnak, mert ugye az egész Európának ez a vissza, hát fejlődése, vagy visszahanyatlása Magyarországot is elérte, hát valamennyien tudjuk ezt. Azt mondja, a lényeg nagyon roppant elkeserítő, nincs erkölcs, írom. A fiatalokat nem érdeklik az eszmények, mert meg sem lehet nekik mutatni a teljes igazságot. Nálunk inkább még a lejáratás, az agyonhallgatás folyik. Nincs vigasztaló intézkedés. Olyan nagyon istentelen ez a szegény, jobb sorsot érdemlő gyökereiben keresztény magyar nép. És még csak panasz lehetősége sem nyílik meg számunkra, mert újságainkban, folyóiratainkban csak egyirányú cikkek jelenhetnek meg. Mi most kéréssel fordulunk önhöz, a Pán-Európai Unió elnökéhez. Ne csak politikai föltételei legyenek az unióba való csatlakozásnak. Ne elégedjenek meg azzal, hogy gazdaságilag megszületőben van a kívánt fejlődés. Komoly, jól megfogalmazott föltétel legyen, hogy a jajok orvoslást kapjanak, de garantáltat, ellenőrzötten. Istenem, milyen gyászmenet készül bevonulni Európába, Magyarországról is? Körülbelül 1 millió alkoholista, megszámlálhatatlan lelki halott, depressziós, drogos, zárt elmeosztályt igénylő roncs, betörők tízezrei, tolvajok, prostituáltak tömegei és a sok-sok szegény nincstelen koldus. Nincs erkölcs, nincs lelkismeret, nincs Isten, nincs szeretet. Ilyen menet visszataszító.
Ó, Európai Unió, hatalmas lehetőség van a kezedben. Itt az alkalmas óra. Fenség, tessék bátran, határozottan, intelligensen föltételeket szabni. Elveszünk mi szegény magyarok. Az igazi barát a bajban mutatkozik meg. Hazánk 1100 év óta most van a legnagyobb bajban. Most kell a baráti segítség. Kérjük fenségedet ennek érdekében, emelje föl hathatós szavát. Tevékenységére Isten gazdag áldását kérjük. Kerényi Lajos. Erre megjött a válasz Habsburg Ottótól. Főtisztelendő uram, hálásan köszönöm levelét, amelyben rámutat egy nagyon nehéz és nagyon veszélyes helyzetre. Minden lehetőt meg fogok tenni, hogy nálunk újra előtérbe jusson az a tény, hogy Magyarország egy keresztény ország. Másrészt azonban el kell ismernem, hogy ami a dolgok anyagi részét illeti, úgy nagyon nagy nehézségben van az egész ország. 97-ben ugye írta. Minden esetre köszönöm, hogy ezeket az adatokat elküldte nekem, és amit tehetek, meg lesz téve, mert én is úgy érzem, hogy éppen a mi vallásunk és keresztény jellegünk az, amely biztosítja a nemzet jövőjét. Önnek minden jót kívánva, meleg üdvözlettel, Habsburg Ottó. Az eredeti levél, ott van az ő aláírása. Be is fejezném, vigyük tovább ezeket a gondolatokat, és merjünk stram, nagyszerű keresztények lenni, és keresztény magyarok lenni. És hála Isten, egyre többen vagyunk. Itt is ugye ez a kedves közösség. Így fejezném be, ezt is így leírtam. Eddig is mindent megtettem az igazi nagy értékek, elsősorban a szeretet, a tisztánlátás és a természet fölötti világ visszavarázsolásáért Magyarországon és Európában. Egyre több értékadó fórumot létesítek, mert ugye vannak értékfosztó fórumok, értékadó fórumot, ilyenek a Szent Margit Gimnázium, a Szent Kereszt Plébánia, 9 kórház, az elhagyatottakkal, a szenvedőkkel, a haldoklókkal, a lelki gyakorlatok által. Egerszalókon 43 éve, Nagymaroson 33 éve. Rádió előadások révén szolgálok. Van 13 körülbelül könyvem, lent az alaksorban ezekből lehet is majd vásárolni. Még nagyobb lelkes ezután, még nagyobb lelkesedéssel és erővel varázsolom a Jóistent és világát, a kereszténységet és a keresztény erkölcsöket, a szegény, kifosztott magyar és Európa emberének lelkébe és társadalmakba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.